Országos szinten már 114 közérdekű nyugdíjas szövetkezetet alapítottak tavaly július óta. Ez lehetőséget biztosít a nyugdíjas korosztálynak a munkavállalásra, akár rész, akár teljes munkaidőben. Az idősek nem elsősorban a kereseti lehetőség miatt keresnek állást, sokkal inkább a minőségi időtöltés és a közösségi élmény motiválja őket. Jelenleg már 20 ezer tagja van a szövetkezeteknek. Országjáró tájékoztató fórum sorozatot szervezett a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Országos Érdekvédelmi Szövetsége. Legutóbbi állomásuk Nyíregyházán volt. Ezek célja, hogy a nyugdíjasok megismerjék a szövetkezetek működését, és a munkába állás lehetőségeiről is tájékoztatták őket. Nagyon sok nyugdíjasnak jó fog jönni a kiegészítés a nyugdíjához. Azon kívül ismét aktívakká tudnak válni, tehát nem otthon ülnek és unatkoznak, idézőjelben nem mindenki unatkozik természetesen, hanem visszakerülnek a munkavilágába. Ez egy nagyon hasznos dolog, nagyon jó kezdeményezés volt a kormányzat részéről, ezért támogattuk mi is a VOSZ mellé. Nem beszélve, hogy nagy a munkaerőhirány, tehát a vállalkozásnak is szüksége van a tapasztalt, jó képzett nyugdíjasokra, akik ismét visszakerülnek az ő szakterületükön valamilyen munkahelyre. A nyugdíjas munkaerő azért is lehet kedvező a vállalatok számára, mert az idősebb munkavállalók saját tapasztalataikkal segíthetik a szakmai generációváltást. A pályakezdő fiatalok így munka közben is tanulhatnak. Közérdekű nyugdíjas szervezeteket 2017. július 1-től lehet bejegyeztetni. Eddig 114 szervezet alakult, mintegy 20 ezer taggal. Ez is jelzi a nagymértékű érdeklődést. A nyugdíjasok bérezése a legtöbb esetben a minimálbér fölött van, a szövetkezeteken keresztül pedig a tagok díjazását semmilyen közteher nem terheli a személyi jövedelemadón kívül. Vendégünk a stúdióban a témával kapcsolatban Szendrői Jenő elnök úr, az Újramunka Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet képviseletében. Köszöntöm. Köszönöm a stúdióban. Szép napot mindenkinek. Ez az önök szövetkezete mióta működik, és mi hívta életre? Ugye elhangzott a bevezetőben, hogy július 1-től lehet alakítani az nyugdíjas szövetkezeteket. Mi július 2-án aláírtuk az alapító okiratot. Ennek három oka volt. Az egyik az, hogy én már korábban foglalkoztam a majdani nyugdíjasok anyagi lehetőségeivel, tehát hogy nagy lesz a baj öngondoskodással, és ennek kapcsán nagyon szoros kapcsolatot ápoltam, és ápolok a mai napig a Facebookon Nyugdíjguru néven elhíresült dr. Farkas Andrással. És leültünk, és elkezdtünk beszélgetni, hogy hisz tulajdonképpen ott egy hatalmas, nagy nyugdíjas bázis, akkor ez már csak a munkáltatókat kellene megtalálni, és akkor ez gyönyörűen működhet. El is indultunk ebbe az irányba, aztán rájöttünk, hogy nem feltétlenül a nyugdíjasokat kell toboroznunk, hisz nem nyugdíjas klubot szeretnénk működtetni, hanem a nyugdíjasoknak egyrészt egy jövedelemforrást, és valóban egy közösségi életteret biztosítani. Tehát most picit koncepciót váltottunk, és elindultunk a munkáltatók irányába. Egyre nagyobb sikerre úgy látom. Hányan voltak ott az ön környezetében, amikor létre tudott jönni ez a szövetkezet, és mit gondolnak egyáltalán erről a formáról? Tehát maga a szövetkezeti forma, ugye ez egy nagyon érdekes formáció, hiszen mind az elszámolás rendje, mind ugye nem is munkaviszonyról beszélünk, hanem egy tagsági viszony keretében végzett tevékenységről, és ennek alapján tudjuk elszámolni ilyen kedvező adózási feltételek mellett a nyugdíjasoknak a nem is bér jövedelmét. Hát igen, tehát, mert bérnek nem nevezhető, hiszen a bérnek megvannak a klasszikus közösségi feltételi. Inkább valamiféle jövedelemről beszélhetünk. És maga a szövetkezet, mint társulási forma, és ha ez tényleg elindul, és egyfajta közösségi teret is tudunk biztosítani a nyugdíjasainknak, valóban amellett, hogy jövedelmet tudnak szerezni, ez lesz az igazi nagy érték. A tapasztalatom az, hogy és ez is elhangzott, hogy nagyjából ilyen 20-30% az, aki tényleg a pénz miatt kell, hogy dolgozzon. A többiek halálra unják magukat otthon, már elnézést a kifejezésért, tehát el kell, hogy menjen otthonról, és valami hasznosat kell, hogy csináljon. És mi ezt szeretnénk majdnem. Ön hogy látja, telt el már a lehetőség indulásától
ahhoz elegendő idő, hogy azt megmondhassuk, hogy valamennyi nyugdíjas a korábbi munkaterületének megfelelő elfoglaltságot keres, vagy nyitottak, és esetleg más irányban is be tudnak segíteni, vagy szívesen teszik ezt? Ez nagyon érdekes. Mi is picit elkezdtünk az iskola szövetkezetek mintáján gondolkodni. És rájöttünk, hogy ez nem jó. Hisz egy nyugdíjas nem lehet ma Tesco-t, pultot pakoltatni, holnap nem tudom én mit csinálni, nem. Ők egy picit rendezettebb, kiszámítható munkát szeretnének. Ebből adódóan nagyon szívesen csinálják azt, amit eddig csináltak. Hisz abba profik. A mi taglétszámunknak egy 30%-a több diplomás egyetemet végzett. Olyan profi szakemberek, hogy közgazdászok, hogy én csak látom a számot közgazdászként. Hihetetlen sok a nagyon profi szakember, az autójavítótól, van olyan tagunk, ami mozog, arra van jogosítványa. Tehát minden tud vezetni, mindenre van jogosítványa, élő licensze, tehát korától függetlenül minden tud. És tulajdonképpen egy 10% az, aki egy 8 általánost végzett. És mint ebbe szeretnénk egy picikét elvinni a munkáltató gondolkodását, hogy ne abba gondolkozzanak, hogy takarítónő, segédmunkás, hanem pontosan abba a munkakörökbe, ahol ezek az emberek az elmúlt 40-50 évüket végig dolgozták, és akkora tapasztalatot tettek szert, hogy tényleg félelmetes. Tehát hatalmas tudásbázis van. Ez egy picit ellentmond annak, ez a fokozott érdeklődés, amit ugye hallunk, hogy mindenhová pályakezdőket keresnek. Tehát nagyon sok helyen ugye a fiatal munkaerőre várnak, bár számtalan dolog indokolja azt, hogy széjjel nézzenek az önök korosztályában is. Ön mivel indokolja, és mióta tapasztalja maga a szövetkezet azt, hogy élénkül az érdeklődés az idősebb korúak iránt? Nem akarom azt mondani, hogy nincs fiatal, mert alapvetően ez nem is igaz. Inkább azt látom, hogy talán rájönnek arra, és tényleg senkit nem szeretnék megbántani. De ez a generáció, ha azt mondja, hogy reggel 6-kor ott lesz, akkor reggel 6-kor ott lesz. Ez egész biztos. És másnap reggel 6-kor is, és harmadnak. Tehát elég nehezen tudom elképzelni, hogy egy nyugdíjas azt mondja, hogy egyszerűen nem megy oda. És erre rájönnek lassan a munkáltatók, hogy ez a fajta megbízhatóság. Lehet egy picit lassabbak vagyunk. Lehet, hogy már nem úgy kezeljük a számítógépet. Lehet sok mindent, de... Vagy még. Ez egyébként erre nagyon nagy igény van. Tehát ezt látom, és ebben is fogunk mi is indulni, hogy az embereket... De nagyon érdekes, mert mondjuk a Skype-ot mindenki kezeli, mert hát elég sokan gyerekekkel, unokáikkal Skype-on tartják a kapcsolatot. De nem jellemzően nem internet használók vagy internetfüggők. Én nagyon szeretnék ebbe is majd egy kicsit előrelépni, hogyha megerősödünk, és igenis a tagjainknak ilyen típusú képzéseket, oktatásokat is tartani. A beszélgetés vége felé mindenképpen szeretnék kitérni a témának arra a részére, ugye, ami jelentkezik napról napra, hónapról hónapra, a munkaerőhiány. Tehát önök hogyan látják, fognak tudni egy picit ezen halványítani azzal, hogy megjelennek a munkaerőpiacon újra? Vagy ott maradnak? Nem egészen biztosan új munkaerő jelenik meg a piacon. Itt azt látom, tehát a munkaerő ott van, tényleg ott állnak mögöttünk és jönnének. Most már csak a munkáltatóknak kellene egy picikét kinyitni a szemüket, a lehetőségeiket, és valóban elgondolkodni azon, hogy nem csak a 20 éveseké a világ, hanem az a generáció, aki már letett az asztalra nagyon sok mindent. Őket még nagyon sok mindenre be lehet vonni, és valóban, uram, bocsánat, még be is tanít, meg is taníthat fiatalokat. Mondok egy példát, szakképzési centrummal a szerződéses viszonyban. Nincs oktatói gárda. Tehát csak nyugdíjas tud visszamenni, oktatni. A pedagógus társadalomban csak ez segítene, ott még nem nagyon tudunk belépni a piacra, ennek áfa és egyéb vonzata van, de nagyon sokat segítene. Idős gondozásba. Nagyon-nagyon sokat tudnak segíteni, hisz van olyan nyugdíjasunk, több, aki egész életében időseket gondozott. És addig várja, hogy, és ő ezt szerette, ugyanezt szeretné csinálni tovább. Egész biztos, hogy nagyon-nagyon sok új munkaerő jön a piacra, ha a munkáltatók ebbe partnerek, már pedig bízom benne, hogy partnerek.
Önök egyébként várják a kedves nyugdíjasok jelentkezését, akár akik most nézik ezt a beszélgetést a megye területéről, kereshetik önöket? Természetesen. Egy picit lassabban indultunk, hisz kialakítottunk egy olyan számítástechnikai rendszert, ahol egy webfelületen be tud jelentkezni a nyugdíjas, és ott a szerződött partnereink tudnak esetleg válogatni a meglévő nyugdíjasunk között különböző szakmákra, végzettségre, képzettségre, erre-arra. Ennek ellenére mi most azt csináljuk, hogy akik jelentkeznek hozzánk, nem feltétlenül vesszük föl őket a tagjaink sorába, hanem regisztrált tagjelöltek most. Ugyanis ha fölveszük tagként, teljesen jogosan jön, hogy mikor lesz már munkám. És az nem rajtam múlik. Az a munkáltatókon múlik. Tehát én most inkább, ha lehet, kihasználnám a lehetőséget, hogy igen, tessenek a munkáltatók, keressenek bennünket, hisz nagyon-nagyon sok szakma van mögöttünk, és érdekes módon ugye azt mondtuk, hogy a nyugdíjasok nem nagyon használnak internetet. Facebookot igen. Tehát egy Facebook kampánynak pillanatokon belül össze tudunk szedni bármilyen szakmát, ha erre van igény. Napról napra keresnek bennünket, amit nem szeretünk, és amit nem nagyon szeretnék őszintén szólva. Nem szeretnék műszakba, ők se. Tehát három műszakba nem való már a ha lehet, akkor nem fizikai munkára, tehát nem szeretnénk kampányjelleggel, nem tudom én a konzervgyárakat elönteni nyugdíjasokkal. Persze, ha erre van igény, és tehát nyugdíjas is van rá, akkor összehozzuk őket, de én egy nagyon jó minőségű, nagy tudásbázissal bíró szövetkezetet szeretnék csinálni, ami tényleg egy minőségi munkavégzésre ad lehetőséget az embereknek. Aztán a későbbi terveinkről majd, hogy ebből mit lehet még, és mi minden közösségi erőt lehet még ebből csinálni, hát ez majd sok mindentől függ. Köszönöm, hogy vendégünk volt a stúdióban, és jó munkát kívánok önöknek. Köszönöm szépen a lehetőséget, és további szép napot kezdjük sokan.